Ceratosztigma plumbaginoides, a tarackoló két gyökér. Nekem az egyik legkedvesebb kis tarackoló évelőm, hát tarackoló tehát, hogy a gyökerén keresztül nagyon szépen terjed, és kiválóan alkalmas, hogy ilyen járdák melletti, mondjuk egy kő és egy járda közötti területet itten szépen befusson. Tehát minden olyan helyre, ahol szeretnénk, hogy elterjedjen valamiféle alacsony, 20-30 cm magas, gyönyörű szép zöld szőnyeget alkotó növény, ugyanakkor pedig nem szeretnénk, hogy mondjuk kiterjedjen olyan területre, ahol valami más növényekkel próbálkozunk, vagy más növényeket nevelgetünk. Tehát azért, amíg azt mondom, hogy terjed, vagy tarackokkal terjed, akkor azért nem valami veszedelmes növényre gondoljunk, amely előbb-utóbb az egész kertünket benövi, de szépen, nagyon hálásan szaporodik. Na most júliusban, illetve gyakorlatilag egész nyáron maga a növény az így néz ki. Egyébként tavasszal viszonylag késő hajt, úgyhogy nagyon sokan úgy szóltak vele lenni, hogy elültetik ősszel, amikor megveszik a nagyon szép kobaltkék virágaival, meg ugye a bronzvörös lombozata miatt. Aztán tavasszal úgy vannak, hogy hát biztos elfogyott, hát kérem szépen nem fogy el, hanem viszonylag késő hajt ki. Utána egész nyáron ilyen nagyon szép üdezöld, ugye ilyen deltoid alakú levelei vannak, és ilyen nagyon szép szőnyeget alkot, vagy pedig egy kis foltban tenyészik, az attól függ, hogy hány darabot ültettünk, illetve hogy milyen korú a növény, hány éve volt eddig arra a kertünkből szépen elterjedni. Igen, szépen így terjed, és akkor van, hogy akár mit egy 20-30 centivel arrébb, vagy 40 centivel arrébb is elkezd ugye valahol kihajtani. És akkor utána ezek a szép zöld levelek, aztán az ősz folyamán nagyon szép bronzvörösre színeződnek, és a kobaltkék virágaival fantasztikus kontrasztot alkotnak, és igazából egy gyönyörű szép növény. Azért fontos erről tudnunk, és látnunk, hogy nyáron hogy néz ki, mert igazából a legtöbb ember ezt a növényt csak akkor veszi meg, hogyha látja egy kertészetben a virágát ősszel. Tehát tavasszal és nyáron általában sajnos nem szokták megvenni ezt a növényt, pedig hát ideális az idő a telepítése. Úgyhogy az, aki most látja ezt a kis videót, és majd ősszel követ engem, és megnézi, hogy hogy néz ki a levele, a lombozata, illetve a gyönyörű szép kék virága, az egészen biztosan bele fog szeretni ebbe a nagyon könnyen tartható évelőbe.